Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. A mai videóban a Smoker Store-nak az egyik készülékével fogunk megismerkedni. Előjáróban annyit lehet róla tudni, hogy ez egy mindenféle olyan hagyományosan megszokott elektronikától mentes, hogy itt nem tudunk teljesítményt, feszültséget állítani. Ez egy FETes kapcsolóval rendelkező meha készülék, a Scarabeus. Nézzük meg közelebbről, beszélgessünk kicsit róla, hogy mit tud, és aztán értékeljük. Nos, amit kézhez kapunk, amikor megvesszük a készüléket, az a Typhoon-tól már megszokott kis fémdoboz lesz. Kinyitjuk. Itt találhatjuk a regisztrációs kártyát, illetve hát az eredetiséget igazoló kártyát, itt van benne maga a készülék, ezt ki is vesszük, a dobozt eltesszük, és nézzük meg, hogy mi van még benne. Van egy német és angol nyelvű használati útmutató, ez is hasznos lehet. Nézzük meg közelebbről az eszközt. Maga az eszköz így néz ki. És ezzel a felállással 18650-es méretkódú akkumulátorokat tud magába fogadni. Amint látjuk, itt van a Scarabeus embléma. Nálunk itt Magyarországon csak ganai túró. És itt van hátul a sorszáma. Ez épp a 079-es sorszám. Ha fölülről haladunk, annyit látunk, hogy itt egy ugyanolyan csatlakozóval találkozhatunk, mint mondjuk az AI esetében, és itt van egy eltávolítható gyűrű, ennek majd a funkciójára később visszatérek. Amit még láthatunk, hogy van itt egy tűzgomb, és alul egy kettő elem plusz a végzáró elem a gázelvezető furatokkal. Igazából kívülről ennyit lehet látni. Nem tudom sajnos mellé tenni az AI-t, mert éppen a garanciális upgrade-et végzik rajta, de mellé tudok tenni egy rovárit, amit éppen tegnap használtam ugye az egyik másik teszthez, hogy a méretet tudjuk csekkolni. Ekkora. Ugye azt látjuk, hogy nem látunk rajta kijelzőt, semmi olyat, ami elektronikára utalna, ettől függetlenül van benne egy FETes kapcsoló, tehát nem egy mechanikus kapcsoló végzi nekünk a kapcsolást, hanem egy FETes áramkör. Ettől függetlenül ez egy teljesen egyszerű, tökéletes mehának mondható, de tegyük bele az aksit, és akkor a többit majd ezután megnézzük. A változatosság és egyszerűség kedvéért én most egy 18650-es és megfelelően nagy áramtűrésű cellát helyezek a készülékbe. És már üzemkész is a játékosunk. Amit egyébként onnan vehetünk észre, hogy itt a gomb fölött látunk egy apró pici kis rést. Ha megnyomjuk a gombot, akkor az ott zölden fog világítani. És látjuk, hogy elég intenzív a színe. Ez jelenti azt, hogy teljesen feltöltött cellánk van. Egyébként maga ez a LED folyamatosan halványodik, ahogy az akkumulátor veszít a töltöttségéből, egészen 3 voltig jelzi folyamatos halványulással, 3 voltnál pedig a LED megszűnik világítani, tehát innen is nagyon jó kontrollunk van, hogy éppen hogy áll az akkumulátorunk, és nem visszük őt mély merülésbe.
Amit lehet egyébként az eszközről tudni, ugye, egyébként, amit már az imént is említettem, tehát ez 4,2 volttól lefelé egészen 3 voltig üzemel üzembiztosan, és annyit azért ajánl hozzá a gyártó, hogy hát ők azt mondják, hogy védett akkumulátorokkal használjuk. A gyakorlatban ez azt jelenti számukra, hogy valamilyen áramkörvédelemmel ellátott aksit helyezzünk be. Én azt mondom, hogy ha valakinek megfelelően nagy áramtűrésű aksia van, tehát egy VTC 3, 4, 5-ös Sony mondjuk, vagy egy 35 amperes lila FS-t, akkor azzal minden további nélkül nyugodtan használhatja a készülékét. És ugye itt is folytatták azt a trendet, ami az I-nál már kívánalom volt, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha nem csak button top, hanem flat top aksikkal is lehetne használni. Ez a készülék már használható flat top aksival, mint az előbb is láttátok, egy flat top akkumulátort helyeztem bele. És ha már a behelyezésnél tartunk, ugye fordított polaritás elleni védelem, ez hogy tud megvalósulni egy ilyen készüléknél? Rakjuk bele most fordítva. És hogy lehessen látni is, hogy mi történik, én rátekerek erre egy drippert, lássátok, hogy mit csinál, hogyha fordítva rakjuk bele az aksit. Egy picit megtörlöm, és ahogy látjátok, tehát flat top, fordítva, figyeljétek a LED színét. És abban a pillanatban elkezdi okádni a gőzt magából, és a LED pirosan világít. Azt nem biztos, hogy hallani, de aki a kezében fogja a készüléket, az érezheti is, hogy közben ütemesen rezeg a készülék, ezzel is jelezve, hogy nem jó valami. Én ezt nem is erőltetném tovább. Visszarakom bele úgy, ahogy kell. Minden a legnagyobb rendben van. És már csak a zöldet látjuk világítani. Amit még lehet tudni a készülékről, ugye, ez egy akkumulátorral működik. Mindegy, hogy milyen méretű, de egy akkumulátorral működik. Ráhelyezek egy drippet is, hogy teljes legyen a kép. Az akkumulátor teljesen mindegy, tehát a méretkód. Az a lényeg, hogy nem rakunk bele 2 darab 18350-est, mert nem szereti. Amit, tehát így látunk, ez a 18650-es. Nézzük meg, hogy ez milyen 18500-zal és milyen 18350-nel. Ahhoz, hogy a 18500-ra átalakítsuk, nincs másra szükségünk, csak a végzáró elemet letekerjük. Az akkumulátort kivesszük, és ezt a menetes részt szépen kicsavarjuk. Jó, hosszú lesz, és ezt a gyűrűt, ami rajta van, ezt eltávolítjuk. És visszatekerjük. Kész is vagyunk, hosszú volt, belehelyezek egy 18490-es eredeti AV aksit. Kész. Működik? Működik. Ismét csak ezt a provárit tudom hozzátenni. A méretet ellenőrzendő, ekkora.
Most akkor nézzük, hogyha igazán kompaktak akarunk lenni, akkor mit kell tennünk? Itt van egy 700 mAh kis 18-350-es, ezt betesszük. Most eltávolítom róla a kazánt, de csak azért, hogy lássuk a méretét. Ekkora. Mellé teszek pár referenciát. 18650-es aksi, 18350-es aksi. Cool, mi? És ha valaki azt hinné, hogy ilyen kis picurka aksival nem lehet használni, el kell, hogy szomorítsam, ezzel is ugyanúgy működik. A technikai paramétereit tekintve a maximum feszültség, amivel játszani tud, az 4,5 volt lenne, és a minimum ellenállás, amit a kazánba tekerni tudunk, az 0,13 ohm. A feszültség esésről ejtsünk még pár szót, mert az nagyon remek ennél a kis készüléknél. Itt a gyártó három különböző áramerősséghez határozta meg a készüléknek a feszültség esését gyakorlatilag, ez 10, 20 és 30 amper. A 10 amperes áramerősség esetében körülbelül 200 volt a feszültség esése. 200. 20 amper esetén 400 és 30 amper esetén 700 volt, de 30 amper nem hiszem, hogy túl sokan gőzölnének vele. És ha már itt tartunk a komplett készüléknél, akkor nézzük, hogy milyen kiegészítőket lehet még hozzá kapni. Így sem tűnik rossznak, ahogy van, de ezt a drippet inkább távolítsuk el. És nézzük meg, hogy az új torzóval, ami egyébként így néz ki, nem tudom mennyire adja vissza a kameraképet, ez egyébként egy piros gyűrű rajta, így. De így olyan furcsa. Szerintem csináljuk azt, hogy ezt a felső gyűrűt is eltávolítjuk, és most nyeri el értelmét, hogy ez miért eltávolítható. Ugye itt látjuk a csatlakozót. Miután eltávolítottuk a gyűrűt, fogjuk ezt a driphez tökéletesen passzoló színű felső gyűrűt, és helyezzük rá. Így ezzel a kiépítéssel már szebb, de én azt mondom, emeljük a tétet, vegyük ki ezt a pici aksit, és vegyük elő ezt a föntihez szintén passzoló gyűrűt, és helyezzük rá erre a teleszkópos részre, és tekerjük így rá. Ha ezzel megvagyunk, ugye ez a 18650-es méretkód, behelyezzük az aksit, ráhelyezzük a kazánunkat, és így néz ki teljesen megpimpelve gyakorlatilag a színes gyűrűkkel. Ezek a színes gyűrűk többféle
színben kaphatóak a viszonteladónál, gyakorlatilag piros, arany, ezüst, grafit, zöld, lila, mindenki a saját foci csapatának megfelelőt akár ki tudja választani. A birodalmi málnának a színe a piros. Ezért lett ez a gyűrű is piros a készüléken. Nézzük meg akkor, hogy mit tud gőzölni. Az előbb tehát közelebbről megismerkedtünk a Scarabeusszal, más néven Ganaitúróval. Nézzük meg akkor, hogy mit tud kilökni magából. És már kívánná, hogy töltsek rá, de bocsássatok meg, én nem fogok most nektek drippelni, úgyhogy ráhelyezem a GT tankot, és akkor ezzel fogom a teszt további részét végezni. A forgalmazó gyakorlatilag a megjelenés napján elküldte, nagyon szépen köszönöm neki, azóta nyüstölöm. Igazából nagy hibáját nem véltem felfedezni, apró esztétikai problémáim vannak csak a készülékkel. Mindjárt meg is mutatom őket, az egyik az az, hogy alul, hogyha az aksit belehelyezzük, akkor egy ilyen hajszálnyi 3-4-5 mm-nyi rés van, tehát nem az I-nál megszokott beletekerem az alsó részt a csőbe, hanem egy picit eláll. A másik észrevételem pedig nekem az volna, én szerencsére nem tapasztaltam, hogy az a locking ring, amit elfordítunk, és ezzel tudjuk gyakorlatilag zsebzár baráttá tenni, illetve zsebbaráttá tenni azzal, hogy zsebzár funkciót kapcsolunk rajta. Ezt ha elfordítjuk, akkor nekem még ilyen sose fordult elő, de volt, aki egy picit erősebben emelte meg, és gyakorlatilag a neki szánt pozícióból ki tudta fordítani, és gyakorlatilag elfordított a 9 óra irányban. Illetve még egy emberrel találkoztam, aki a zsebzár funkcióval bedobta a táskájába, és az ott egyéb dolgokkal összeütődött, és a zsebzár kikapcsolt, és egy 20 percig izzította a kazánt. Egyébként nem kell olyan helyre tenni, hogy mással össze tudjon verődni, és akkor nincs ilyen gond. A készülék egyébként teljesen egyben van, tehát ezekkel a színes gyűrűkkel, vagy anélkül tökéletes, és én azt vettem észre, hogy hiába ez a legnagyobb, én próbáltam a 350-es méretkódú cellával is, az nekem már a még elviselhető kategória alatt volt egy picivel, hiszen olyan pici volt, hogy nem tudtam igazán megfogni. Most hasonlítsuk össze méretben, és direkt még a kazánt is rajta hagyom. Itt van egy P3-as 18650-nel, és még így is, ugye ennek itt van a készülék alja, vagy a teteje, ennek pedig itt van közte körülbelül 3 centi. Még így is. Ami nekem még elfogadható méretkód volt, az a 18490-18500. Ezek a méretek, a 350 az nekem túl pici volt. Nagyon tetszik a LED visszajelzése, tehát menet közben, hogyha fönn fel van a gomb és úgy nézünk rá, úgy van bemetszve a gomb, hogy pont nem zavaróan, de látjuk, ugye a szemünk felé világít, és látjuk, hogy milyen intenzív
a lednek a fénye, és ezáltal tudunk következtetni, hogy mennyire van lemerülve az aksink. Ez most tökéletesen föl van töltve. Egyébként ugye itt is hozza ezt az analógos érzést, hogy nem tudjuk, hisz nem írja ki, hogy 3,6 vagy 3,5 vagy 3,4, csak látjuk, hogy halványul a fénye a lednek, és 3 voltnál pedig egyszerűen megszűnik világítani, nem látunk semmit, tehát tudjuk, hogy aksi cserére van szükségünk. Fordított polaritás védelem. Ez egy érdekes funkció. Ugye azért érezzük a rezgést, mert ugye ebben egy fetes elektronika biztosítja a kapcsolást, és azt, hogy nagyon kicsi veszteséggel tudjunk kapcsolni. Tehát nagyon kicsi legyen a vesztesége a kapcsolónknak, és ezért a, nem ezért, a FET az egy olyan eszköz, ami kapcsol. Vagy igen, vagy nem. Viszont fordított polaritással rakjuk bele az aksit, akkor az a FET semmi más nem csinál, csak nyit. Tehát olyan, mintha folyamatosan nyomnánk a gombot. Ezért van az, hogy rátekertem ugye a kazánt, csak azért, hogy lássátok, és ahogy beraktam az aksit fordítva, és rátekertem, egyből elkezdett izzítani. Ezért rakták bele ezt a rezgés funkciót is, hogy abban a pillanatban, amikor az aksit fordítva belehelyezzük, és elkezdene mondjuk, mert egy kazán van rajta, elkezdene izzítani, egyből észleljük, hogy azzal ott valami nincs rendben, nem biztos, hogy a piros ledet mindenki kiszúrja, mert fordítva van a kezében, vagy nem figyel rá. Azt viszont, hogy valami rezeg a kezében, azt egyből észreveszi, és pillanat alatt szét tudja tekerni, nem lesz maradandó károsodás a készülékben sem. Úgyhogy erre mindenképp érdemesnek tartom, hogy odafigyeljen az, aki használja. Nem azért van benne ez a funkció, hogy a lányoknak jó legyen, hanem azért, hogy mi ne tudjuk a kazánunkat tönkretenni, illetve a készülékünket megóvjuk. Hogy az aksival hogy bánik? Ebben most gondolkoznom kell egy picit. Ebben most egy 0,7 ohmos tekerés van, és ezzel a tankkal használtam a készüléket javarészt, ez itthon drip, de az nem mérvadó. Ezzel a tankkal körülbelül hát egy picivel kevesebb, mint hát egy nap az fix volt, amit el tudtam vele gőzölni, úgyhogy mást is használtam. Inkább úgy mondom, hogy leves, az egy olyan 5-6 milli leves, amit el tudtam egy aksival gőzölni, és akkor abból mindenki le tudja szűrni a konzekvenciákat. Nem mindig merítettem egészen 3 voltig, volt, amikor 3-2-3-3 környékén már kivettem, de amint mondottam, tehát ezt az egy napot ezt üzembiztosan hozta. És nehéz megszokni egyébként, hogy nem alul nyom az ember, meg fejben átállítani magát, hogy attól függetlenül, hogy van benne elektronika, az elektronika csak a kapcsolásért felel, tehát nem véd semmit. Ez egy elektronikával ellátott meha gyakorlatilag, ahol az elektronika csak a kapcsolásért felel, és borzasztó kicsi, mint az előbb említettem, a vesztesége, az ellenállása a kapcsolónak. 2000 ohm az ellenállása, ha jól emlékszem a leírásból, úgyhogy gyakorlatilag a nullával egyenlő, és hozza ugyanazt a meha élményt, amit bármelyik más készülék, és amellett pedig nagyon exkluzív. Teszi a dolgát, ahogy kell.
mindent egybevetve, akkor én most meghoznám a verdiktet. Negatívum. Az első, ezek nem is negatívumok inkább, hanem ilyen apró kis nyuansznyi, engem zavaró problémák. Nem tudom, hogy miért van itt alul a talpánál ez a rés az utolsó csődarab, illetve a záróelem között, de szokható. Az már inkább nem is kételkedésre adna okot, és hogyha csak egy embernél láttam volna, akkor azt mondanám, hogy ott valamit ő rontott el, vagy izomból kihúzta, de két-három embernél láttam Facebook csoportban is, illetve közvetlen kazántársnál is, hogy annyira kihúzta, hogy körbe tudta forgatni, ami nem tudom, hogy miért van, lehet, hogy erősebben meghúzták, mint ahogy az a rugó ellen tartott volna. Ennyit véltem felfedezni negatívumként. Azt nem mondom negatívumként, hogy nem állítható a középérintkezője, hisz minden normális kazán középérintkezője állítható. Ez a GT-hez van tervezve, a GT-nek állítható. Problem solved. Pozitívumok. Borzasztó kicsi. Még 18-650-es módban is el tudnám a tenyeremben tüntetni. 18-500, 18-350-ben meg akkora, mint három ujjam, vagy hogy mondjam, az előbb láttátok, mint egy 18-650-es aksi. Az egész. Elektronikástól, mindenestől, csatlakozóstól. Hadd szóljon, hello me. Pozitívum. Jó pofák ezek a kis pimpelhető gyűrűk rajta, mindenféle színnel, és ha most átteszem hozzá a drippet is, akkor így az igazi. Rohadt jó. Kicsit egyedibbé teszi, persze ettől függetlenül mindenki vehet magának ugyanilyen színű gyűrűt, de még akár azt is lehetne, hogy piros, ezüst, zöld, és akkor lehetnénk turbó magyarok. Nekem ez a szín kellett, nagyon tetszik így, és ennek a torzónak, ennek a dripnek még az átmérője, a belső átmérője is olyan, hogy tényleg kényelmesen lehet vele még csepegtetni is, tehát megérte szerintem az árát. Kicsit a gyűrűk szerintem túlárazottak, 3000 forint alatt vannak pár száz forinttal talán darabja, tehát azért még rá tudunk így dobni drippel együtt még szerintem egy tízest a magára a készülékre, ami szintén nem olcsó, de lehet mindenféle akciókat kifogni az eladónál, és kuponkódot felhasználni esetleg, hogyha van, vagy most volt torkos csütörtök helyett fekete péntek, talán nála is volt épp akció, akkor mindenféleképpen egy best buy, és igen, egy mehához képest, úgy mondom, egy klón mehához képest baromi drága, egy eredeti karavellához, vagy egy eredeti, mi legyen, ami még meha és méretben, mondjuk a kuzihoz képest drága például, de ha azt vesszük, hogy milyen plusz funkciót kínál, milyen alacsony esést kínál ez a kapcsoló, mennyire precíz, mennyire pontos, akkor azt mondom, hogy bőven megéri az árát annak, aki megengedheti természetesen. Szerintem arra senki ne várjon, hogy ebből egy hamar klón lesz. Remélem, hogy ilyen készülékekből nem lesz klón. Mindenki erőltesse meg magát egy picit, és hogyha egy ilyet szeretne, akkor igen, meg kell venni az eredetit. Én nem bántam meg, hogy megvettem, egy nagyon jó készülék, nagyon szeretem.
Egy picit át kell szoktatnia magát az embernek, hogy attól függetlenül, hogy kapcsolós és hogy elektronika van benne, ez mehaként működik, és a meha minden előnyével és hátrányával, tehát ugye mindenféle hibázási lehetőségre adhat okot, az, hogyha rosszat tekerünk, és ezen nem lesz semmi, ami kontrollál minket, rámegy az amper a tekerésünkre, úgyhogy óvatosan. Így viszont, hogy most az ájom upgrade-en van kint a németeknél, így tökéletes és napi használatban van a készülék nálam. Nektek is bátran merem ajánlani. Keressétek fel a hazai viszonteladót, választhatok kedvetek szerint. Ha használtan juttok hozzá, akkor ellenőrizzétek a kártya meglétét, ami a dobozban van. Ezzel tudjátok az eredetiségét ellenőrizni a weboldalon. És körültekintően vásároljatok. Remélem mindenki megtalálja magának a legmegfelelőbb készüléket, legyen az egy elektronikus, vagy mondjuk pont ez a meha. A gőz meg a Scarabeus legyen veletek, remélem tudtam segíteni ezzel a videóval. Sziasztok!